Az Értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a Petőfi Kultúrtanszék színház termében folytatta a Plecser Ádám által életre hívott Ugorj be most, a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négyszereplős színházi játékát. Egyszer-kétszer megcsinálni valamit az könnyű, meg izgalmas. Most már pont így elgondolkozom, valahol a 30, nem tudom, hányadik előadásnál vagyunk. Itt már nekem is gondolkodnom kell, hogy volt-e már hasonló, mert ugye a téma mindig más. Mai nap a szüret, hiszen hát itt vagyunk pont a szüreti időszakban, ma ez a téma. De azért nekem is vigyázni kell az, hogy ne legyek nagyon sablonos, hogy valamit esetleg a, nem tudom, másik témánál is előhoztam, és igazából a picit átfényezve ugyanazt hozzuk. Az esten a Vörösmarty Színház társulatából a hagyományokhoz Hűen Kis Diana, Magdolna, Imre Krisztián, Krisztik Csaba és a visszatérő Tűzkő Sándor mutatta be improvizációit, akik láthatóan lubickoltak szerepeikben, mosolygós, nevetős csodapillanatokat hozva a színházbarátoknak. Valahol nekem is egy kreatív gyakorlat, de nekem nagyobb szerencsém van, mint a színészeknek, mert nekem itt akár egy hét is van felkészülésre, én gyakorlatilag már 4-5 nappal előtte elkezdek gondolkozni azon, hogy mi legyen, hogy legyen. Ilyenkor mindig nézegetek újságcikkeket, olyan videókat mondjuk a szüret kapcsán, hogy a 10 legnagyobb bolondság a szüreten, vagy 10 legnagyobb hülyeség, ami előfordult egy szüreten, és akkor ezekből szoktam így visszafejteni azt, hogy hát az élet a legjobb forgatókönyvíró. Az esti életre hívója Plecser Ádám és csapata ismét nagyot alkottak, a teltház megerősítést adott számukra, kell és érdemes a színházbarátokat meginvitálni egy hangulatos improvizációs est megtekintésére, amelyben a kötetlen színpadi játékmesterei valódi értéket teremtettek.